Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra ülés, ez a Székesfehérvár képviselőtestülete, kezdődik a volt mozi felújítása, érkezik még 8 új busz és 14 kilométer kerékpárút is épül. Többek között ezekről is szót ejtünk. Stúdiónk vendége Rászné Földi Judit, a Fehérvári Ellenzék frakcióvezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok a nézőknek. Valamint Molnár Tamás, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Köszönöm, hogy itt van velünk. Én is köszönöm szépen. Dióhéjban már szót ejtettem, hogy milyen témakörökről tárgyaltak a mai képviselőtestületi ülésen. A testületi ülés után egy összefoglalóra kértük meg Cserpalkovics András polgármestert. Jöjjön most ez, aztán folytatjuk. Három napirendi pontot szeretnék külön kiemelni, de mielőtt ezt megteszem, szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak azt, hogy elfogadták azokat a szabályokat, ami mentén, biztonsági előírások mentén meg tudtuk tartani ezt a mai közgyűlést. Nyilván ez távolságtartást is jelentett, ezért egy kicsit az ülésrendel is változtatni kellett, valamint kevesebben lehettek meghívottak a mai közgyűlésen, és hát maszkban kellett végig ülni, beleértve a hozzászólásokat is. Nyilván ez senkinek nem volt kellemes, de ebben a járványhelyzetben azt gondolom, hogy ez szükséges intézkedés volt. Köszönöm, hogy ebben is együtt tudtunk korrekt módon működni képviselőtársaimmal. Az a három döntés, amit pedig külön szeretnék kiemelni, az fejlesztésekhez kapcsolódik. Az első a közösségi közlekedéshez. Szerencsére azt a jó hírt tudtuk megosztani a fehérváriakkal az elmúlt napokban, hogy megérkezett az az első 10 autóbusz, amelyik vadonatúj autóbuszként a csuklós flottában napokon belül egyébként forgalomba is fog állni. Nem olyan sokára, pár héten belül megérkezik újabb 5 darab csuklós autóbusz, ugye ezerről a 15 buszról még tavasszal a rendkívüli jogrendben jó magam hozhattam döntéseket. A volánbusz megkeresése alapján viszont ma már a közgyűlés dönteni tudott további 8 csuklós autóbusz megrendelésre. Ez összesen 23 vadonatúj autóbuszt fog jelenteni. Összességében éves szinten mindegy 120 millió forinttal növeli egyébként az önkormányzat terheit, de én úgy gondolom, hogy mind a közlekedők számára egy kényelmesebb, biztonságosabb, komfortosabb utazást tesz majd lehetővé, akár a téli, akár a nyári időszakban, valamint nagyon erőteljesen tudunk lépni a környezetünk terheinek csökkentése és a környezetvédelem vonatkozásában is. Megyünk tovább, hiszen jövőre következnek a szólóbuszok. Szeretnénk a szólóbuszok arányát egyébként növelni, és keressük már az állammal azokat a forrásokat, amivel elektromos és gázüzemű buszokat szeretnénk beszerezni. Bízom benne, hogy erre 2021-ben sor fog kerülni. Egyúttal itt is szeretném a kormány segítséget megköszönni, hiszen a 23 autóbusz beszerzésébe is nagyon jelentős segítséget nyújtott. Enélkül nem tudtuk volna 23 autóbuszt beszerezni. A második fontos lépés, amit hoztunk szintén közlekedést érintően, kerékpárút hálózatot jelenti, mindegy 14 kilométer hosszú terület vonatkozásában döntött ma a közgyűlés egy olyan közbeszerzés kiírásáról, amivel kerékpársávokat és kerékpárutakat fogunk építeni. Ez az egyébként folyamatosan zajló fejlesztések nyomán egy újabb, nagyon fontos lépcsőfok, hogy minél hamarabb egy teljes gyűjtő út hálózata legyen a kerékpárosoknak is Székesfehérváron. A harmadik fejlesztés pedig egy nagyon-nagyon örömteli fejlesztés. Hát nem azt mondom, hogy évek óta, hanem talán nyugodtan mondhatjuk, hogy évtizedek óta vár a város arra, hogy a köztársaság mozit megmentsük és felújítsuk. Ez korábban nem sikerült, most viszont a magyar kormánynak a segítségével elindulhat az a beruházás, amely megmenti a köztársaság mozit, és egyúttal pedig létrejön a Nemzeti Emlékhely látogató központja. Azt hiszem, hogy az utóbbi pedig szimbolikus a nemzettörténelmi fővárosába. A kormány biztosítja a beruházás teljes költségét, és ma a közbeszerzési eljárást tudtuk lezárni. Ennek nyomán pedig egy fehérvári cégcsoport fogja ezt a kivitelezés munkát elvégezni. Ezzel egy kicsit egyébként egy közbeszerzés keretében segítséget tudunk adni ezzel a megrendeléssel a fehérvári gazdaság számára is. Néhány héten belül a szerződés aláírásra kerül, és átadjuk a munkaterületet, és mindegy 20-24 hónap közötti idővalomban a köztársaság mozit megmentjük. Így az a korábbi vállalásunk, hogy a Petőfi mozi és a köztársaság mozi is a kultúra céljára lesz megmentve, és meg lesz mentve, mint régi értéke Székesfehérvárnak, ezt szerencsére tudjuk teljesíteni. A Petőfi mozit megmentettük, most pedig a köztársaság mozit fogjuk. Nos, hát fontos fejlesztési kérdések kerültek ugye középpontba. Mi volt az, ami mondjuk abszolút támogatható volt az ellenzék szerint is?
Mind a három javaslatot egyhangulag támogatta a testület. Azt gondolom, hogy az ellenzék és a Fidesz között nincsen abban vita, hogyha Székesfehérvár fejlődéséről kell szavazni. Minden ilyen fejlesztést megszavazunk. És itt a kerékpárút esetében ugye 100%-os uniós forrásról van szó, úgyhogy tényleg ez egy valós segítség a székesfehérváriaknak. De évek óta dolgozik a város azon, hogy a bicikliút hálózatot bővítsük. Azt hiszem, hogy az elmúlt 4-5 évben most már több 10 kilométer új bicikliút épült ki, és azt látjuk, hogy erre nagy az igény, a megkeresések is azt bizonyítják, hogy egyre többen szeretnének kerékpározni, és nagy öröm, hogy ennyi busz érkezik, hiszen így kicsit csábítóvá tehetjük ezt a közösségi közlekedést Fehérváron. Azért elég sok panasz volt az elmúlt években arra, hogy nem volt fűtés, vagy tényleg nem működtek bizonyos berendezések a buszokon, ami nehezítette a közlekedést, akár itt gondolok a mozgássérültekre, vagy a babakocsisokra, és ez mindenképpen egy szerencsés helyzet, hogy most segíteni tudunk mind a 98 ezer székesfehérváriának, úgyhogy bízunk benne, hogy egyre többen fogják használni a közösségi közlekedést, ilyen szép új buszokon, meg pláne. Ön úgy nyilatkozott korábban a híradóban is, láthatták, hogy mégsem érezte úgy, hogy együttműködő volt az ellenzék. Ezt mire értette? Pontosan arra gondoltam, hogy valóban egyöntetű volt a támogatás, mégis a felszólásokban azért éreztem olyan fajta negativitást, amit azt gondolom, hogy ilyen esetben szerintem mellőzhető volna. A jobbikos képviselő felszólását teljes mértékben nem is tudtam értelmezni egyébként, tehát hogy amikor egy pozitív döntés születik, és arról tudunk beszámolni, hogy nem 10, hanem 20-30 éves adósságot kell törleszteni, és ebben tényleg 20-30 éves adóssága törlesztődik a városnak, mind a kormányzat felől, mind pedig egyébként a városnak a lakók felé, akkor én azt gondolom, hogy ezeknek az akadékoskodásoknak, rossz indulatú megjegyzéseknek nincsen helye. Itt csak azért nem értettem, mert valóban utána mindenki igent mondott a szavazásnál. Nem tudtam értékelni ezt a felszólást, de biztos ki van adva, hogy az ellenzéki frakció részül mindenkinek egyszer fel kell szólalni közgyűlésenként. Nem értettem a jobbikos képviselőnek a kirohanását, vagy a negatív hozzászólását. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben közösen kell örülni, és valóban támogatni ezeket a beruházásokat, amikre mondom, hogy valóban egy olyan reform része, ami nagyon régóta váratott magára, és aminek a egyik legfontosabb pillére talán az, hogy végre a közlekedési kormányzati források eljutnak vidékre is, ami egyébként az elmúlt 30 évben nem volt jellemző, és mindig Budapestre költöttük a közlekedési összegek nagy részét, és most mondhatjuk azt, hogy igen, ezekkel az átszervezésekkel és az újraformálódó volánbusszal egyből meg is jött az eredménye ennek a történetnek, és új buszok állnak hadrendbe, és jönnek az újabbak, és nagy reménnyel, hogy polgármester is elmondta, már tárgyalások folynak az elektromos buszok beszerzéséről is, úgyhogy én pozitívan tekintek a busz közlekedéssel kapcsolatban a jövőre nézve, remélem, hogy mindenki más is ezt teszi. Ugye többször beszélgettünk már itt ennél az asztalnál, szerintem ebben a körben is arról, hogy ez nem csak a közösségi közlekedés fejlesztéséről szól, hanem talán egy kicsit a környezetvédelemről is. Mondhatjuk azt, ugye? Hát pontosan ezt, tehát hogy itt a negatív hozzászólás a képviselőtársam részéről igazából nem is negatív, hanem egy megjegyzést tett, egyébként nincs kiadva, hogy hozzá kell szólni, mert pont a mai közgyűlés az, ami én nem szóltam hozzá. Egyébként hozzászoktam én is, tehát nincs ilyen, hogy ki hányszor, vagy hogy kötelező. Igazából arra hívta fel a figyelmet, vagyis én abban bízom, hogy ez arról szólt, hogy ne csak gázütemű autóbuszokat szerezzen be a város, hanem tényleg a környezettudatosságot egyre inkább figyelembe véve az elektromos buszok irányába menjünk el, tehát hogy minél jobban zöldítsünk. Tehát én a hozzászólásból igazából ezt a szándékot következtettem ki. Valóban környezetvédelmi kérdés is, és ugye egyébként közlekedés szervezési kérdés is, de azt látnunk kell, hogy jelen pillanatban úgy tudtuk ilyen gyorsan itt Székesfehérváron és az egész országban megújítani a gépjárműparkot, hogyha ezeket a buszokat most beszerezzük. Azt tudjuk, 2022 után a dízel
autóbuszok közlekedésbe való vonása megszűnik, tehát lehetetlen lesz, nem is lesz ilyen. Éppen ezért még most azokat a forrásokat, amiket erre lehet költeni, azokat most fel kellett használni. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben racionálisan látva úgy lehet teljesen megújítani magyarországi vidéki közlekedési hálózatot, hogyha a dízel gépjárművekkel kezdjük, amik egyébként már sokkal környezettudatosabbak, mint mondjuk 20 éve, és ezeket ötvözzük a villamos energiával működő buszokkal, amik egyébként kétszer-háromszor drágábbak is tudnak lenni a dízel gépjárműveknél, főleg a csuklós buszok esetében, ahol nagyjából nincs is alternatíva még, vagy csak nagyon-nagyon drágán. Tehát én azt gondolom, hogy amiről egyébként, amit utaltam rá, hogy tudnia kéne a képviselő úrnak is, hiszen erről már sokszor beszéltünk, hogy a elektromos buszok érkezése folyamatban van, a gyártás Magyarországon elindult, pont az Ikarusz gyár az, aki lassan előáll egy olyan prototípussal, amelyik bevethető lesz, az lenne a legszebb a történet, hogyha Ikarusz elektromos buszonak állnának majd hadrendbe 2022-23-tól Székesfehérváron. Ez mindenképpen többletforrást fog majd jelenteni, ugye a buszoknak az üzemeltetése, és azt hiszem, hogy 120 milliós nagyságrendben, jól emlékszem. Igen, hát van egy többlet költsége ennek a volánbusz felé, de hogyha kiszámoljuk, hogy 120 millió forint többlet költségből most 8 plusz busz tudunk hadrendbe állítani, előtte pedig belépett ez a pontosan 15 busz, akkor kiszámoljuk, nagyjából buszonként 3-4 millió forintból tudtunk teljesen új buszflottát indítani Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy ez a leghatékonyabb megoldás, mondjuk azzal szemben, hogyha a város maga vásárolta meg volna meg ezeket a buszokat, az egy milliárdos, több milliárdos költség lenne. És hát szintén ehhez a kerékpárút hálózat, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy az is a közösségi közlekedés irányába mekkora nyitás, és mondjuk a környezetvédelem irányába mekkora nyitás. Igen, és az fontos megjegyezni, hogy a szakma most már egyre inkább figyelembe veszi a kerékpárszövetség kéréseit. Ugye leginkább ők tudják az igényt felmérni, és szerintem itt az elmúlt évek során az a nagy előrelépés, hogy tényleg komolyan vesszük a szakemberek véleményét, és tényleg a mentén megyünk, és azért bővülnek ezek a kerékpársávok Székesfehérváron. Vannak még hiányosságok, ez kétségtelen, tehát folyamatosan haladni kell, akár a kerékpártárolók, tehát nagyon sok megoldandó feladat van, de az, hogy erre az útra léptünk, az mindenképpen pozitív és támogatható. Valóban így van, a cél az, hogy elérjük azt a hálózatot, ami egy teljes pókhálószerű úthálózatot, kerékpárúthálózatot jelent majd Székesfehérváron. Az 1000 kerékpártámasz akcióval, amit az önkormányzat saját forrásával valósított meg, elindultak a kerékpártámaszok kihelyezése, amit én örömmel látok, hogy nagyon sokan használnak. Tehát az azt jelenti, hogy erre igény van, ezt is a Kerékpáros Szövetség egyetértésével, sőt ajánlás alapján készítettük el. Úgyhogy én valóban azt látom, hogy a kerékpáros társadalomnak a jövőben tudunk kedvezni, és remélem, hogy az ők létszámuk csak nőni fog. Ilyenek kerültek, ugye jól emlékszem, vasútállomás környékére is. Ilyen kerékpártámaszok, tárolók kerültek hát pluszba kialakításra néhány. Igen, valóban ott, aki arra járt, láthatta, hogy ott nagyon sokan rakják le különböző táblákhoz, korlátokhoz a biciklijüket, hogy ott is kihelyezésre kerültek ezek a kerékpártámaszok. Én még azt mondom, hogy egyébként ott is van feladat, mert még pluszra van kihelyezésre lehetőség, vagy szükség. Ez pont annak köszönhető, hogy szerintem egyre többen próbálják használni kerékpárral megközelíteni a vasútállomást. És egyre többen utaznak vonattal, és ugye ez is pozitív. A közlekedés után még egy fontos döntést is, ugye említettük már itt az elmúlt időszakban, a beköszönésben is, meg az összefoglalóban is elhangzott, mégpedig a köztársaság mozi volt épületének a felújítása, ahol, hogyha jól tudom, fehérvári kivitelezőt vonnak majd be. Igen, és ugye ez egy igen régóta húzódó probléma, és ez egy igen nagy adóssága a városnak a lakói felé, hogy ezt a helyzetet rendezze. Ugye volt itt már az elmúlt években is szó többféle felhasználásáról ennek az épületnek, és valóban ez egy méltó dolog lesz szerintem, és méltó lesz Székesfehérvárhoz a romkert mellé közvetlenül egy ilyen látogatóközpontot tervezni. És ugye székesfehérvári vállalkozók csinálják, így azt gondolom, hogy még inkább magukénak érzik ezt az egészet. Azért, hogyha ez megvalósul, ez egy nagyon nagy dolog lesz a város életében, azt gondolom. Tehát a kulturális életben ez biztos, hogy egy nagy mérföldkő lesz. Segíthet ez mondjuk itt a gazdaság erősítésében és a járvány időszak okozta helyzetben?
én inkább a turisztikai kitörési pontját látom ennek. Én azt gondolom, hogy ugye a nemzeti emlékhely kapcsán is nagyon sok feladat van, ami egyébként szintén régi adósság, hogyha már régi adósságokról beszélünk ma, akkor ez egy első lépése lehet annak, hogy a nemzeti emlékhelyhez kapcsolódóan egy olyan múzeum jöjjön létre, ami egyébként a turisztika szempontjából is fontos lehet, hiszen érdemes lesz eljönni más városokból és megnézni ezt a kiállítást. És nekem személy szerint az egyik legfontosabb ilyen emocionális kötődés ehhez az épülethez az, hogy szerintem kevesen vannak a mi korosztályom olyanok, akik nem jártak ebben a moziban látogatóként. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon szép élmények kapcsolódnak ehhez, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban helyre kell most már tenni a köztársaság mozit, és egy olyan szép új ruhába kell öltöztetni, és olyan feladattal kell ellátni, ami Székesfehérvár számára és minden Székesfehérvár számára majd gyümölcsöző lehet. Értem, itt az imént a kérdésemben arra gondoltam a kulturális értékek mentén, meg a turisztika mentén, vagy azon túl, hogy az, hogy most ebben a gazdasági helyzetben egy fehérvári gazdasági vállalkozó készítheti ezt a beruházást, ez nyilván segítség is lehet. Persze, hát ez minden beruházásnál nagyon fontos, és egyébként törekszünk minden ilyen beruházásnak közbeszerzésnél arra, hogy a lehetőségek szerint kiértesítsünk minden olyan vállalkozót, aki Székesfehérvár, és biztatok is mindenkit, hogy ezekre a pályázatokra induljanak el, mert számunkra a legnagyobb öröm az, amikor egy székesfehérvári tud Székesfehérváron megvalósítani. Most 80%-ban, tehát 80%-os az a mutató, hogy helyi vállalkozók végzik el ezeket a munkákat. Most itt gondolok az utolsó kátyúra, vagy egyébként akár a Sostó rehabilitációra, tehát mindig próbáltunk olyan vállalkozókat bevonni, akik igenis helyi kötődésűek, és szerintem az a 80% a szép. És ugye azt kérdezte, hogy gazdaságilag mit jelent. Nyilván az, hogy segítjük a vállalkozót, az igen. Ugye a turisztika, bízunk abban, hogy a járvány után mire ez elkészül, valóban fellendül a turizmus. És ugye látjuk azt, hogy a városunkban is nagyon kevés turista van. Tehát az egy feladat, hogy ide vonzzuk a közönséget, és ne csak mondjuk augusztusban, egy hónapra, hanem az év minden hónapjában tudjunk olyan programokat kínálni, vagy olyan lehetőségeket kínálni, ami tényleg csábítóvá teszi a városunkat. Ez nem fejlesztés, de hogyha már a kulturális területnél tartunk, ugye azt is elmondhatjuk, hogy volt egy érvénytelenített pályázat, mégpedig az Albrégia Szimfonikus Zenekar igazgatói posztjára kért pályázat. Hát igen, ez elég szomorú, de az a szerencsés helyzet van itt a szerencsétlenségben, hogy ahogy visszavontuk ezt a pályázatot a csütörtöki bizottsági ülésen, a mai közgyűlés már reggel ki is írta az újat, és az igazgató, akinek a kinevezése december 31-ig szól, így, tehát nem fog igazgató nélkül maradni a szimfonikus zenekar, tehát bízunk benne, hogy lesz pályázó. Hát azért elég híres ez a zenekar. A sajnálatos, hogy az elmúlt időszakban több zenész is távozott, de én abban bízom, hogy ez a következő hónapokban változni fog. És hát biztatunk szerintem közösen mindannyian, minden zenészt, akár az ország bármely területéről, hogy jöjjön és tényleg pályázzon és mutassa meg. És méltán büszkék vagyunk a zenekarra közösen. Valóban egy olyan zenekarról van szó, amelyet 4-5 éve kezdett el építeni ez a csapat, akik most bent vannak és dolgoznak, és ugye itt a minősítéseken végig haladva egy igazi híres nemzetközi zenekarrá növi, vagy fogja kinővini magát, hiszen ez a cél. Most már a minisztériumnál is bejegyezték, támogatást kap, ennek komoly lépcsőfokai vannak, amiken a zenekar megfelelt. És látszik az is, hogy ez az építkezés nem könnyű. Tehát ez egy vezetőnek, ez egy nagyon komoly feladata. A költségvetése is olyan ennek a zenekarnak, amit tényleg kezelni kell, tudni kell a lehető legjobban felhasználni, és ehhez nagyon jól kell tudni a humán erőforrással is bírni. Ez egy menedzseri feladat is akár, minden mellett, hogy a művészettel is kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy mindig nehéz megtalálni egy olyan szemét, aki mind a kettőhöz ért, hiszen nagyon kevés polihisztor van hazánkban, de én is azt remélem, hogy és biztatok mindenkit, hogy a pályázat nyitott, az egész országból várunk tényleg olyan személyeket, akik értenek ehhez a művészethez, és vezetőként is megállják a helyüket, hiszen Székesfehérváron az a cél, hogy az Albaregia Szimfonikus Zenekar ne csak Magyarországon, hanem akár egész Európában híres legyen.
különböző oktatási intézményeket is támogattak, tényleg talán kiemelhetjük az Óbudai Egyetem műszaki karának a 40 milliós támogatását, vagy a Kodolányi Gimnáziumnak a támogatását. Ezekre miért volt szükség, miért volt fontos, ez miért kérték? Egyrészt az oktatási intézmények maguk kérik ezt a támogatást, tehát ők keresik meg az önkormányzatot, hogy valami kapcsán forrásra van szükségük. Nyilván ezt az önkormányzat megvizsgálja, és akkor jön a testület elé. Hát ugye amióta a Klik a kezelője az oktatási intézményeknek, azért látjuk, hogy nem megy ez zökkenőmentesen, és az önkormányzat nem tudja azt megtenni, nem tehetjük meg a saját iskoláinkkal, hogy nem támogatjuk, holott ugye a Klik, amikor létrejött, arról volt szó, hogy ők fogják ezeket a forrásokat biztosítani. Hát felelős képviselőként nyilván az a fontos, hogy a gyerekeink olyan iskolába és olyan intézményekbe járjanak, hisz ezek székesfehérvári intézmények, úgyhogy szerintem ezért. Tehát, hogy az önkormányzat tényleg szolidális ezekkel az intézményekkel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a fejlesztések menjenek. Mondjuk az Óbudai Egyetem, azt nem hiszem, hogy a Klik alá tartozik. Az nem, de ugye nem régóta működik az egyetem Székesfehérváron, és örülünk annak, hogy egyáltalán ennyi hallgatója is van ennek az egyetemnek, mert azért újként indult, és hanem biztosan a fejlesztésekhez kell nekik, és mi minden fejlesztésnek örülünk, nyilván minél több fiatalt hoznak a városunkban, ők a végén itt fognak gyakorlatra járni, itt fognak állást keresni, ide fognak költözni, ide születik a gyerekük, a mi óvodáinkba fognak járni, tehát hogy ez mindannyiunknak közös érdeke. Valóban az Óbudai Egyetem és ugye az egész székesfehérvári felsőoktatás is egy komoly fellendülésen van túl. Most a Covid kapcsán érkeztek támogatáskérések, de egyébként ezek a támogatások minden évben adottak a felsőoktatási és az oktatási intézmények számára. És sőt, azt is el kell mondanunk, hogy abban a tekintetben a mértéktartóak és lojálisak is voltak az iskolák, mondjuk az Óbudai Egyetem, akik látva azt, hogy most nem is volt annyi költségük, hiszen az oktatás miatt nekik is volt csökkenésük, hogy a tavalyi 60-hoz képest 40 millió forint az, ami támogatásba érkezett hozzájuk. A Kodolányi esetben annyi kiegészítés, hogy nem a Klik alá tartozik a Kodolányi, hanem ugye a Kodolányi János Főiskola az, aki működteti. De kaptak általános iskolák is támogatást. Igen, de kaptak iskolák is, ugye ők pedig az egyesületeiken keresztül ugye különböző programokra ezeket mindig meg is szokták kapni. Én azt gondolom, hogy a városnak nem szabad kilépni az oktatási rendszerből, és bármit is vállal a Klik, bármit is vállal a magyar kormány, lehet, hogy minden feladatot el is lát, akkor is a városnak részt kell vennie az iskolák életében, meg kell tartani a kapcsolatot, hiszen itt vannak a városunkban és a mi gyermekeinket, és a mi fiatalainkat tanítják, úgyhogy Székesfehérvárosa mindig támogatni fogja a felsőoktatási és az oktatási intézményeket egyaránt. Városi intézményekről, oktatási intézményekről ejtettünk szót, és volt egy napirendi javaslat is az ellenzék részéről, ami aztán nem került a közgyűlés elé, ami szintén a városi oktatási intézmények, szociális intézményekkel kapcsolatos volt. Igen, a tegnapi napon nyújtottam be a polgármester úrnak egy olyan javaslatot, hogy vizsgálja meg a közgyűlés, és fontoljuk meg azt a lehetőséget, hogy a város köznevelési intézményeiben dolgozók, illetve a szociális intézményeiben dolgozók tesztjét, tehát PCR tesztjét a város fizesse. 3 hetes intervallumot a szakmai ajánlások alapján 3 hetes intervallumot ajánlottunk. A polgármester úr azzal a kéréssel utasította el, hogy, vagyis nem elutasította, hanem azzal a kéréssel küldte nekem vissza, hogy dolgozzam ki, hogy pontosan hány főről van szó, és hogy milyen szakmai szempontok alapján ajánlom ezt, és hogy gondolom ennek az egésznek a megvalósítását. Úgyhogy én kértem pár napot, és begyűjtöm ezeket, és utána be fogom nyújtani ezeket a javaslatokat. Nyilván itt a megelőzés a cél, tehát a prevenció jellege lenne ennek. Látjuk azt, hogy nagyon sok iskolában megjelent Székesfehérváron, és egész egyszerűen a pedagógusok védelme és a gyerekek védelme a cél, és túl ezen a köznevelési és szociális intézményekben dolgozókon, ugye azt is megfontolásra ajánljuk, hogy azoknak a családoknak, akiknek a gyermeke érintett, és nem tudják kifizetni ezt a tesztet, az önkormányzat valamilyen támogatási formát nyújtson, hogyha esetleg az állami tesztelés ugye annyit csúszik.
Ugyanis van olyan eset, ahol 3-4 nap mire tesztelni tudnak egy COVID-gyanús embert. Úgyhogy ez volt a javaslat, nem került le napirendről, igazából azzal a megfontolással kaptam vissza, hogy dolgozzam ki, és utána a következő közgyűlésre nyilván ezt be fogjuk nyújtani. De mondjuk az érintetteknek ugye a tesztjét, hogyha én jól tudom, már pedig úgy tudom, hogy aki kontaktszemély vagy érintett, az elvileg ingyenes. Elvileg ingyenes, igen, de mondjuk itt nagyon sok iskola ugye érintett lett, és mire sorra kerültek volna a gyerekek, az több nap, úgyhogy a szülők saját forrásból próbálták ezt megoldani, és bizony akkor még 30 000 forint volt ez a teszt, és nem minden család tudta ezt kifizetni. Most rendben van, hogy 19 500, de azért az is megterhelő egy család számára. Tehát mondjuk, ha azt veszük, hogy egy iskola érintett, és mondjuk 3 osztályt azonnal le kell tesztelni, tehát én még nem láttam erre példát Magyarországon, hogy a mentősök azonnal mentek, és a 90 embert tesztelték. Az erre a gyakorlat, hogy a szülő felhívja a magánintézményt, és kér egy időpontot, és másnap reggel odaviszi a gyermekét, és kifizeti ezt a bizonyos összeget. Annyiban nem értek ezzel egyet, hogy az valóban Magyarországon a tesztelés ingyenes, és a mentőszolgálat oldja meg a tesztelési kapacitás teljes működtetését, és azért arra gondolni kell, hogy jelen helyzetben egy egységes működés és működési szabályzat van kialakítva a karantén szabályozás és a tesztek levétele kapcsán. Tehát hogyha, és én azt gondolom, hogy az egyértelmű volt a magyar kormányzat részéről is, hogy a párhuzamos rendszerek kialakítása csak keveredést okozhat, és azt is tudni kell, hogyha mi most tesztelünk egy fiatalt, vagy bárkit, és esetlegesen pozitív tesztet produkál, ugyanúgy el kell mennie rá, akár 2 órára is, arra a tesztre, amit a hivatalos rendszerben lévő szolgáltató fog ellátni. Tehát kvázi duplikáljuk azt a tesztet, amit el kell végezni, és ezzel ugyanúgy csak terheljük a rendszert, vagy forrásokat lövünk el olyan célokra, amelyeknek egyébként így ebben a formában akkor semmi értelme. Én azt gondolom, hogy jók ezek az ötletek, meg lehet ezeken gondolkozni, de azt kell látni, hogy csak egységes rendszerben működő képes szabályozásban lehet a járvány ellen fellépni, az pedig Magyarország kormányának és az egészségügyi minisztériumnak kell koordinálni az operatív törzsön keresztül. Ha párhuzamos rendszereket építünk fel, abból biztos, hogy kavarodás lesz, mint ahogy az élet más területein is. Tehát, hogyha valaki elkezd szervezkedni egy másik irányból, abból biztos, hogy keveredés lesz, és akkor félreértések és egyébként párhuzamosságok fognak kialakulni. Én még mindig azt mondom, hogy Magyarországon sokak állításával ellentétben a tesztelés ingyenes. A sajtóban felkapott különböző cikkek megjelennek, aminek a hitelessége megkérdőjelezhető, amivel kapcsolatban érkeznek ilyenek, hogy hány napon belül, mikor, hogy ment ki a mentő. Furcsa módon nekünk ilyen visszajelzés soha nem érkezett, sőt, elég pozitívak a tapasztalatok itt Fehérváron, nagyon gyorsan megtörténik a tesztelés. Én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell csinálni, mely a feladata. A Székesfehér önkormányzatnak is ki vannak osztva a feladatok, amiket el kell látni. Ezeket Fehérvár a feladatokon túl is ellát, hiszen sok olyan szolgáltatás van, amit egyébként a kötelezőn túl is teljesítünk, és azt gondolom, hogy mindent meg is teszünk. Én annak vagyok a híve, hogy bízzunk azokban, akik ezt koordinálják, és akik ehhez értenek. Akkor félreértettük egymást. A szerkesztőasszonnyal is, meg a frakcióvezető úrral is. Tehát a tesztek abban az esetben ingyenesek, és ezt nem is vitatom, hogyha valaki tüneteket produkál, és tesztelni kell, és akkor megy a mentőszolgálat, és leveszi a tesztet. Én nem erről beszélek. Tehát a javaslatom nem ez. A javaslatom az, hogy megelőzzük, tehát azért kezdtem így. Tehát abban az esetben nem ingyenes ez a teszt, hogyha mi mondjuk úgy döntünk, hogy X iskola nevelőit leteszteljük, vagy pedagógusait, mondjuk 30 főt, 28-án reggel 9-kor a 30 főt leteszteljük megelőzés céllal. Ez nem ingyenes. Nem, én arra értettem, hogy az ingyenes az, amikor valaki kontaktszemély, vagy tüneteket produkál, ha megjelenik kontaktnak. De az én javaslatom nem ez. Tehát azért mondtam, hogy az én javaslatom a megelőzés, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, 1-2 hónap múlva esetleg, hogy már a középiskoláinkban is olyan számú, vagy az általános iskoláinkban is olyan számú megbetegedés, vagy az óvodáinkban, mint amit most a középiskolák produkálnak. Tehát, hogy ez egy védelem lenne, hogyha már most ezekkel a tesztekkel kiszírjuk azt, aki mondjuk covidos,
de még nincsen tünete, de szétszórná az egész tantestületnek. Tehát az én javaslatom, vagy a mi javaslatunk erre irányul. Ebben csak egyetlen egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatban bennem, hogy akkor tesztelünk 28-án reggel, 29-án reggel, 30-án reggel, vagy elsőjén más. Tehát, hogy mivel a teszteltek elhagyják az iskolát, és elmennek vásárolni piacra, minden nap újabb és újabb kontaktokkal találkoznak. Tehát azt jelenti, hogy nekünk minden reggel tesztelni kell az összes iskolában bemenő pedagógust, az összes ott dolgozót, mindenkit tesztelni kell. Én azt gondolom, hogy ez egy irreális elvárás, és megint azt mondom, hogy ez nem az önkormányzat feladata, és nem csak, hogy nem az önkormányzat feladata, hanem hogy logikátlan döntést hordoz magával, és a források olyan szintű felhasználását, amit egyébként a Covid-dal szemben máshol sokkal hatékonyabban fel tudunk használni. Tehát én még mindig azt mondom, hogy nem véletlen az, hogy a WHO ajánlása alapján Magyarország kormánya kidolgozta a védekezés mechanizmusát, aminek a tesztelés és egyébként a felderítés és a kontaktkutatás része, és mégis úgy döntöttek emellett, hogy az iskolák mehetnek és működhetnek. Az elmúlt két hét alatt azért láthatjuk azt, hogy valóban vannak olyan osztályok, ahol megjelent a Covid, és megjelent a vírus. Ennek ellenére az utóbbi időszakban ez azért lassulni látszik. Most egyre kevesebb olyan osztályról kapunk hírt, ahol fölütötte a fejét. Beindult a védekezés, én is azt látom, hogy egyre felelőtlenebben használják a maszkot a székesfehérváriak, és azt látom, hogy mindenki sokkal tudatosabban odafigyel. Én még mindig azt mondom, hogy bízok a WHO-ban, és bízok Magyarország kormányának a operatív törzsében, akikben, ahol szakértők ülnek, és határozzák meg azt, hogy hogyan kell védekezni. Nem gondolom, hogy párhuzamosan kellene újabb intézkedéseket tenni. De akkor gondolom, kutatni fognak és kidolgozzák a részleteket. Igen, ahogy ezt az elején is jeleztem, és utána közgyűlés elé visztük, és majd ott is gondolom, meg fogjuk ezt beszélni, mert ez nem vita igazából, most attól, hogy más gondolunk erről. Én még mindig azt vallom, hogy számomra az ingyenes szolgáltatás az, hogyha mondjuk adott pedagógus be akar menni, és le akarja magát teszteltetni, tünetek nélkül is, de aggódik, mert nem akarja a gyerekeknek átadni, tehát ő ezt most nem tudja megtenni. Tehát, hogy számomra az ingyenes szó ezt jelenti. De nyilván ez is szubjektív, tehát értelmezhetjük úgy. Az biztos, hogy most a védekezés a legfontosabb, tehát ez egyértelmű, és én is bátorítok minden székesfehérvárit arra, hogy tényleg viselje azt a maszkot, és hogy fertőtlenítsen folyamatosan, és tartsa be azokat a szabályokat, amiket az önkormányzat most már az elmúlt 2-3 hétben napi szinten kommunikál a városlakók felé. Mi is ezt tesszük, mindannyian látható volt a ma reggeli testületi ülésen. Hát vagy akár itt a stúdióban is azért. Igen, ez a 2 méteres távolság. Látják a nézők, igen, hogy tartjuk egymástól a távolságot. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egész testület ezzel ma reggel példát mutatott, és tényleg azt szeretnénk, hogy minden fehérvári egészséges legyen. Tehát, hogy ez a közös érdekünk, úgyhogy buzdítunk mindenkit arra, hogy viselje azt a maszkot, és az idősekre még inkább figyeljünk. Szinte már egy záró gondolat. Kíván ehhez még csatlakozni? Hát ehhez nem is tudok hozzátenni valóban, tehát én azt látom, hogy a maszkviselés felelősségtudata az növekszik mindenkiben. Mindenki látja, hogy ez egy komoly kihívás, nem csak Fehérvárnak, egész Magyarországnak, sőt egész világnak, úgyhogy én azt remélem, hogy a Covid lassulni fog, és vissza fog térni minden a megszokott kerékvágásba. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Köztér Extra című műsorunkat látták, melynek középpontjában a közgyűlés állt, hiszen ma tanácskozott Székesfehérvár képviselőtestülete.